Na szervusztok, sziasztok mindenki! Mielőtt belemegyünk a mai videóban, és megnézzük ezt az újabb érdekes tartalmat, mindenképpen szeretnélek megkérni teket, hogy ha tetszik a tartalom, mindenképp egy követést hagyjatok itt, valamint a lájkot ne felejtsétek el megnyomni. A videó alatt pedig van egy csomó link, amiket csekkoljatok le mindenképpen, mert ott van a Discord szerverünk, az Instagramom, a Twitch, ahol minden nap live meg ugye a TikTok fiókom. És ha még ennél is tovább mennél, akkor váljatok csatorna taggá, és támogassátok a csatornát, hogy fent tudjon maradni, valamint hogy extra tartalmakban részesüljetek. Szóval jó szórakozást a videó, aztán nézzük meg, hogy mit hoztam ma nektek. A cső mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a NG csatorna, és a mai videóban meg fogjuk beszélni, hogy hogy tudtok 500 millió pontot összegyűjteni, azt hiszem annyi volt, meg hogy tudtok 5000 szintűek lenni, és hogy tudtok ide kerülni Wukong helyére. Ugye Wukong a best of legjobb, ugye leg, legjobb xp gyűjtő, vagy hogy fogalmazzam meg, ő ki a legtöbb XP-t, ugye most megbeszéljük azt, hogy hogy lehet ide bekerülni a main stage-be. Nagyon fontos, hogy a main stage-et azt át kell nevezzük grind stage-nek, mert ugye a main stage az igazából nem létezik, ezt úgy hívják, hogy grind stage, tehát azok tudnak ide kerülni, akik a legnagyobb grindolók, és nem játékosok, mert a játékosoknak ide nincs esélyük bejutni, tehát az, hogy te hazamész az iskolából, vagy melóból, és éjjel-nappal játszol, nincs, tehát hogyha te a motorfestel játszol, és a main stage-be akarsz kikerülni, akkor ezt felejtsd el, itt a grind be lehet bekerülni, a grind stage-be, és akkor tudsz ide kikerülni, ha ezt A Következő van. Ha megyünk ide fönt a main stage-be, és legörgetünk, akkor láthatjuk, hogy most én 16-os vagyok, sok minden nem csináltam, az alapot kiszedtem, azt nagyjából nekem ez így elég is volt, mert a feladatokat, de ugye ha megnézzük, akkor 5000-es szint ugye a plafon, és 5.330.000 pontja van, nem, 533 millió, bocs, kacolok, mert ez már én nekem is Nehéz felfedni. 533 millió XP-je van a csávónak. Csak egy hozzávetőleges értéket, hogy mutassak nektek. Jó, csak egy ilyen, egy ilyen hozzávetőlegeset. Szóval itt egy versenyen nagyjából 24 ezer XP-t lehet kiszedni, és szerintem ez egy kicsit hosszabb verseny ráadásul, de lehet, hogy tévedek, de hogy egyébként ilyen 18 ezeret szokott adni, ez szerintem pont egy hosszú verseny. Ilyen 18-15 ezeret szokott adni, meg 6 ezeret, meg, meg körülbelül ilyeneket. Szóval, szóval az a 24300 egyébként, ez most szerintem pont elég sok. Például mondjuk itt van egy ilyen fotó, 8000 xp ér és hogyha mondjuk átmegyek azon a speed trappen, akkor ha nem ütközöm neki senkinek, és szerencsés ember vagyok, akkor nagyjából ki tudok szedni egészen konkrétan, jobb oldalt felül már írja is, 480 XP-t. Na, a csávokámnak 533 millió XP-je van. Kérdés, hogyan lehet megcsinálni? Na most megmutatom nektek. Illetve megmutatni nem tudom, mert nekem nincs olyan alkalmazásom. A következő van. Veszedsz egy ilyen programot, mondjuk most már pont ki lett pecselve, kell egy ilyen program hozzá, de még repülővel lehet egyébként csinálni a hegyen, de én már azt nem mutatnám be nektek, mert nem szeretném, hogy csajatok, meg én sem ezt a dolgot, mindegy. Leszedsz egy programot, beállítod neki tök egyszerűen. Duplavét nyomja 5 másodpercig. Majd nyomja meg a shiftet majd átmegy a kapun. Nyomsz egy erbetűt hosszan, visszapörgeted, és akkor megint, és megint, és megint. És a csávó így hagyta a számítógépét, és nagyjából egy hétig, két hétig csak azt csinálta a kocsi, hogy pak, 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 pak. Tehát ameddig te iskolába voltál, vagy éppen dolgoztál, vagy éppen a barátnőddel voltál, vagy a barátoddal, vagy akárkiddel, akkor igazából annyi történt, hogy ő játszott. Amikor te játszottál, ő akkor is játszott. Hogy ezt miért nem büntetik? Azt nem tudom. Hogy, hogy ez miért nem kellemetlen? Nem tudom. Nem értem, hogy miért nem oldják meg a készítők, miért nem nézik meg az első helyen lévő embernek a szellemét, hogy hogyan lehet ennyit csinálni, hogy elítélem-e? igazából ma mondom őszintén nem érdekel. Igazából csak az az én nagy problémám, hogy igazából nem értem meg azt, hogy én úgy gondolom, hogy a játéknak egy nagyon fontos eleme, egy fő eleme a main stage ahol az lenne a cél, hogy ki tud jobbat menni, ki tud több xp gyűjteni, ki tud többet belerakni, de hogyha van egy ember, illetve nem egy ember, jó pár ember, akik idézőjelesen külső program segítségével, úgymond csalással meg tudják szerezni azt, amit a játékkal soha, akkor igazából a main stage-nek nincs értelme, mert tulajdonképpen nem szempont, szóval tényleg azt kell mondanom, hogy ez nem main stage, hanem ez itt a grind stage, és ez pedig a grind fest, hogyha te itt csillagot akarsz magadnak. És tudom, a játék szempontjából nem ö, fontos, hogy neked legyen itt egy csillagod, mondjuk engem annyira nem érdekel, de hogy, de hogy igen, ez az a pillanat, amikor ide azoknak a nevei kerülnek ki, akik úgymond idézőjelesen csalnak. Szóval ez, ez, ez egyébként tiszta vicc, tehát hogy, hogy ez, de, ez, ez, vicc egy kicsit, hogy ha megnézed, itt van október 2023, ö, minden, mit tudom én, nem tudom, hogy október az. Ja nem, itt van, hogy amerikai top 1, de ott pedig azt írja, hogy szeptember 2023, a, a, a szerintem ez sorban lesznek itt a hónapok, én arra gondolok, ide október, és a múltkoriba kinyert? Volt annak, hogy kint kell lennie a múltkorinak. Jó, akkor, akkor nem tudom. Na mindegy, az a lényeg a röviden tömören, hogy akinek ott a neve, az a legnagyobb csaló. És, és ezt most nem azért mondom, hogy de most mutogatok, nem, hanem egyszerűen arról beszélek, hogy akinek itt a neve, az használja a legprofibban a scriptes programot. Tehát azt tudja a legjobban bebindelni a billentyűzetét, és az volt a legjobb, a legprofib. Szóval tényleg ez van, gyerekek, ez egy tény, és ez a legszomorúbb. Nem tudom, a készítők ezzel ellen valamit csinálhatnának. Tehát, hogyha kicsit átgondolják, hogy, hogy van mondjuk 150-200 ezer játékos, nem tudom, nagyon sokan vannak egyébként, szerintem egy millió körül vannak a játékok a közösen az összes konzolon, hogy ők mondjuk, mondjuk vannak abból a, legyen mondjuk 1 millió, és a 995 ezer játékos, de szerintem még annál is több, tehát ilyen 999 ezer játékos, akik amúgy játszanak, nem tudnak bekerülni oda, mert maradék ezer játékos rommá grindolja a játékot külső program segítségével. Szóval, hogy hogy egy kicsit elgondolkoznék a készítők helyébe, hogy, hogy egy gyerekek egy kicsit, tehát hogy, hogy így én értem, hogy ő 5000-es, ő 4700-as, ő csak 4335-ös, és ez tök menő csak, hogy ha megnézitek a top 3-ot, hogy basszus, egy kicsit, kicsit, egy picit legyen már az, hogy... És ez a Wukong amúgy, tehát most éppen nem tudom, miért nincs az a neve, ő a Wukong, őnek is látom a nevét, ő meg ez a TTV Music Maker. Tehát, hogy kicsit el kéne azon gondolkozni, hogy... Igen, tehát, hogy, hogy, hogy hogyha valaki játszik, ezt nem lehet megcsinálni, ezeket a pontszámokat, és hogy most tulajdonképpen neki annyi pontja lesz, ami már, már, már ilyen lehetetlen, hogy ezt megugorja, és, és én értem, hogy most már kipecselték, de hogy ezt egyből kéne lépni, azonnal kéne cselekedni, és ja, szóval, hogy igen, szeretném megkérni a készítőket, hogy oldják meg, és, és, ha nem korrekt valakinek az eredménye, azt vegyék el, mert ez most megint olyan, mint a, a mikor azt hallottam, hogy, Magyarországon volt egy vízvezetékszerelő, akinek 400 milliárdja van. Így nem gondolkoztam azon, hogy az ríle, vagy nem. Tehát így, így éreztem, hogy itt valami nem jó. És így ez ugyanaz a feeling, hogy 533 millió pont 2000-esével kigyűjtve, hogy így eszik, alsz, eszel, alszol, iszol, fekszel, csinálsz bármit a játékon kívül. Na mindegy, érdekes, csak egy érdekesség volt. Most ha tudjátok, hogy hogy kell ennyi pontot kiszedni, kell hozzá egy program be kell makrozni, hogy vagy be, be, kell állítani, hogy mikor mit nyomjon, mennyi ideig, és hogyha mindent jól állítasz be, akkor a végtelenségig fogod tudni csinálni alvás közben is ezeket a feladatokat. Én nem javaslom senkinek, mert, mert, mert gáz, de, de, ja, működik, szóval, szóval igen, csak hogy tudjatok róla. Ez van, én Gergő voltam, ez itt a Hangé csatorna volt, ez pedig itt a legújabb crew játék, ebbe az esetben, ebbe a videóba. Grindfest, és ez pedig a Grind Stage bemutatója volt. Videó alatt ott vannak a linkek, gyertek be Discordra, Facebook csoportra várunk mindenkit, Instagram, TikTok, Twitch, meg ilyenek, jó? Na pacsinektek, mindenki jó legyen, levasztok!